Hallok egy Barna, és ebben a tutoriában nem másról a szó, mint arról, hogy hogyan állítsuk be az SMTP szolgáltatásunkat, ugyanis gondolom veled is megesett már az, vagy valószínűleg azért nézed ezt a videót jelenleg, mert az e-mailek, vagy értesítések, vagy mondjuk WooCommerce számlák, vagy felhasználó információk, esetleg jelszó, emlékeztető értesítések egyszer nem akarnak megérkezni, vagy a spam mappába landolnak alaphangon, erre hivatott megoldást nyújtani ez, úgyhogy kezdjünk is bele, ráadásul két különböző opciót is be fogok mutatni. Mielőtt belekezdenénk, mindenképpen elmondom akkor a sorrendet. Tehát először meg fogom mutatni, hogy milyen bővítményt fogunk telepíteni annak érdekében, hogy a beállításainkat gyorsan és egyszerűen meg tudjuk oldani. Majd ezután, mint említettem, két különböző variációt fogunk mutatni. Az egyik az az, hogy mindenféle külső szolgáltatástól függetlenül a tárhely szolgáltatásodat kihasználva fogjuk beállítani az SMTP részletét. majd pedig utána egy külső szolgáltatást fogunk erre a célra használni, illetve a verifikációt, vagy az, hogy ugye az azonosítást meg fogjuk oldani, ugyanis külső szolgáltatások esetén főleg fontos az, annak érdekében, hogy te egy biztosan egy valódi létező személy vagy, az e-mail cím valóban létezik, ezzel is biztosítva az, hogy ne a spam mappába kerüljél, úgyhogy kezdjünk is bele! Az első, amit mindenképpen akkor ugye, mint említettem, meg kell tennünk, egyszerűen be kell lépnünk a WordPress admin felületére, majd amint itt vagyunk, a bővítmények új hozzáadása lehetőséget fogjuk használni, és amint arra rákattintasz, akkor ugye megjelenik a bővítmény kereső. Na most itt eltüntetem magam egy pillanatra, ugyanis itt be is írtam már eleve a nevét a bővítménynek, amit keresünk, tehát ez a WP Mail SMTP, de a neve és a linkje meg lesz a videó leírása alatt, tehát nincsen az, hogy esetleg nem tudod, hogy mit is keresel. Ugyanakkor ezt a furcsa szemű madárkát fogjuk választani, ez az ikonja annak az eszköznek, amit mi keresünk, ezt a WP Forms csapata építette, úgyhogy WP Mail SMTP by WP Forms a valódi pontos neve, hogy ezt már is telepítjük. Amint a, telepítődés, ugye, amit a telepítés elkészült, már be is kapcsolhatjuk, majd amint bekapcsoltuk, a beállítások oldalra kell mennünk, mint látod, ugye a bővítmény listára kerültünk, és látod, hogy van egy settings gombocska, erre rákattintunk, és az SMTP bővítményünk beállításai oldalra kerültünk a from email, tehát hogy honnan érkezzen, ez lesz az az e-mail cím, amit majd az értesítést, aki kapja, vagy számlát vagy bármi hasonlót, ő ezt fogja látni, hogy erről az e-mail címről érkezett, illetve a from name, tehát hogy honnan is érkezett, mint a név, amit ugye érdemes az e-mail cím mellé megadni ezt így tudod picikét brandelni, hogy ne az alap WordPress valami érkezzen meg, tehát nem arról fogja kapni szerencsétlen a, a számláját, hogy WordPress küldte neki az admin kukac xybolt.hu-ról, mert szerencsétlen nem fogja tudni, hogy most akkor ez konkrétan mi is történt, úgyhogy ennyit mindenképpen érdemes beállítani, azonosítani a webshopod nevével, vagy a weblapod nevével, esetleg a saját neveddel, annak érdekében, hogy ne legyen kavarodás. Majd amint ezek megvannak, ahogy ugye lejjebb görgetünk, látod, hogy alapból a PHP, tehát a default non van beállítva, és ez okozhatja potenciálisan neked a problémákat. Na most az első opció az a tárhely szolgáltatónk általi verzió lesz, úgyhogy ehhez annyit kell tennünk, hogy az other SMTP, vagy, a, vagy pedig más SMTP szolgáltatás lehetőséget kell választunk és látod, hogy a beállítási lehetőségek megváltoztak, és ehhez fogja kérni az információt. Na most mire van szükségünk ehhez? Először is be kell lépnünk ugye a tárhely szolgáltatónak a kontroll felületére, vagy a C paneljébe. Én még továbbra is ugye a Sibel tárhely szolgáltatásomba, amint beléptem, látod, hogy itt vagyunk ugye a kontroll felületen, majd itt az a feladatunk, hogy lemegyünk az e-mail fiokokhoz, és az e-mail fiokoknál létrehozunk egy vadonat új e-mail és ez már is megmutatom, hogy hogyan. A felhasználónév mondjuk legyen SMTP, vagy pedig, sőt, ne is SMTP legyen, legyen mondjuk mail, mint postázás, majd generálunk hozzá egy jelszót. Ne felejtsd el leírni és menteni ezt a névjelszót, ugyanis ez fog kellni majd mindjárt a bővítmény beállításoknál, és már itt meg is említem, hogy ha valaha változtatod a jelszót. Nagyon fontos, hogy akkor a bővítmény el is változtatnod kell, különben hibát fog ez számunkra generálni. Amint ugye lementetted magadnak mind a névjelszót természetesen a további beállítások valójában nagyon már nem leszek fontosak számunkra, úgyhogy egyszerűen csak a létrehozás gombot megnyomjuk, és látni is fogod, el is tüntetem magam, hogy kaptunk egy visszajelzést, mi szerint ez az e-mail fiók létrejött. Amint ez megvan, akkor a mail kukac, vp, sulit, esetében a Connect Devices gombra fogok nyomni, ugyanis itt lesznek azok a szükséges információk, amik nekünk kelleni fognak majd a bővítmény beállításoknál. Mint látni fogod, ugye mi nekünk az SMTP beállítások egy biztonságos vonalon fognak kelleni. Ehhez annyit kell tennünk, hogy látod, hogy a kimenő információk, ugye a mailkukat, vpsulitanfolyam.hu, az SMTP port, ezek mind itt vannak, de én az előbb kijelöltem és másoltam a jelszavat, és nem szeretném három különböző módon kijelölni és másolgatni, úgyhogy amíg itt vagyunk, átugrok a bővítmény oldalamra, majd legörgetek az SMTP jelszóhoz, és egyszerűen csak beillesztem a jelszavam, innentől fogva biztos, hogy megmaradt, nincs az, hogy elfelejtettem térjünk vissza, ugyanis mire van szükségünk? Szükségünk van ugye egy SMTP host címre, ez pedig a mail.vpsulitanfolyam.hu az én esetemben, természetesen neked ez más tud lenni. Ezt másolom, visszamegyünk és beillesztem. Következőnek az SMTP port, ugye 465, ezt is már is beállítom. Illetve, amíg még itt vagyunk, akkor beállítjuk, hogy az encryption, vagy ugye a kódolás az SSLN keresztül fog menni, tehát meg vagyunk ugye a host címével, a titkosítás típusával, illetve maga az SMTP portal, autót és Authentication maradhat a beállítás, így ahogy van bekapcsolva. A jelszót az előbb mi már beillesztettük, viszont kell még egy felhasználói név. Na most, hogyha visszamegyünk ugye a tárhely szolgáltatónkhoz, akkor maga a felhasználó név pedig az e-mail címünk lesz, tehát ezt másolom, és már be is illesztem. Amint ezekkel megvagyunk, ezt mi most akkor elmentjük, és látod, hogy azt mondja nekünk, hogy a beállítások helyesen megvannak. Na de itt még nem áll, illetve pontosabban itt még nincs vége ugye a sztorinak, mert azért nem a tesztelnünk. Ehhez az e-mail teszt fülecskire átkattintunk, és már is, én itt megadok egy másik e-mail címet, ugyanis szeretném kipróbálni. Pillanat, beillesztjük HTML e-mail küldése, és ha minden jól halad, akkor egyrészt kapunk egy visszaigazolást, miszerint ezt a tesztüzenetet sikeresen el tudtuk küldeni. Ez azt jelenti, hogy a beállításaink már biztosan helyesek, de természetesen ennyire egyszerűen azért nem fogunk megelégedni vele, átmegyünk maga az accountra, vagy arra a címre, ahova küldtük a teszt e-mailt, ismét látod, meg is érkezett a WP Suli tanfolyamtól, megnézzük, és köszönjük szépen, a teszt e-mail megérkezett, ráadásul rendesen az inboxba, vagy ugye a bejövő levelek közé, ahogyan annak jönnie kellett. Ez volt az egyik variációja, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Na most arra az esetre, hogyha a tárhelyszolgáltatót szeretnéd ebből a szempontból békén hagyni, vagy sokkal magasabb az e-mail küldési forgalmad, mint a tárhelyszolgáltatód által adott limit napi szinten, tegyük fel legyen 100 vagy 150 per naponta, és neked van egy nagyon mozgó webshopod, mondjuk 3000 e mail naponta, mert 3000 új vevőd van, természetesen semmi probléma, ezt is már is megmutatom. Ehhez annyit kell tennünk, hogy visszamegyünk ugye a bővítmény beállításaihoz, és amint legörgetünk, tehát a többi beállításunk ugye maradhat nyugodtan úgy, ahogy van, ebben az esetben én elsősorban a SendGrid nevezetű szolgáltatást szoktam mint külsős használni, ehhez pedig létre kell hoznunk ugye ott náluk egy új felhasználói fiókot, beállítani, egy API kulcsot meg fogunk majd itt adni, majd a biztonsági ellenőrzést is lerendezzük, úgyhogy kezdjünk is bele. Ehhez annyit kell tennünk, hogy maga a SendGrid opciót kell választanunk, és mint látod, kérni fog egy API kulcsot, ami az esetemben volt itt egy elmentett, de én ezt most itt már törlöm is, egy másodperc, és kezdjük tiszta lappal. Tehát kérni fog egy API kulcsot, de hogyan jutunk ehhez a kulcshoz? Nagyon egyszerű, hogyha rákattintunk a Create API ki gombra, akkor átvisz minket egy új böngésző fülön, természetesen a SendGridre. Na most itt, amikor ide érkezünk, akkor kérni fogja ugye a névjelszót, de mivel nekünk ilyenünk még nincs, ezért a Sign Up Now gombra fogunk kattintani. Ebben az esetben akkor ugye bekerülünk a pricing, vagy ugye az árazási oldalra, de természetesen itt is csak az ingyenes opcióra lesz szükségünk, ugyanis ez ad nekünk alaphangon legalábbis kezdésképpen egy napi százas e-mail küldési limitet, vagy 40 ezer e-mail havonta, attól függően, hogy ugye mire van szükségünk, viszont mint említettem, ez már ugye egy komolyabb szolgáltatás, tehát hogyha neked sokkal több e-mailre van szükséged, akkor bármikor tudsz váltani annak megfelelően, hogy milyen csomagba kell menned, tehát amint az alap csomagba váltasz, ugye havi 15 dollárért, onnantól fogva ez a napi százas limited el fog tűnni, és eleve teljes kihasználási lehetőséged lesz. De kezdjük az ingyenesnél, mert azért azért a napi 100 e-mailhez is még először el kell jutnunk. Semmi gond, akkor a Start for Free gombra kell kattintani, majd amint erre rákattintunk, akkor ugye feljön az új account létrehozása, vagy az új felhasználó létrehozása ablak. Itt megadjuk neki a felhasználó nevünket, a jelszavunkat, a jelszavunkat megismételjük természetesen a biztonság kedvéért, majd egy e-mail címet, ahol elérnek minket ugye a regisztrációnknak köszönheten, illetve ki kell pipálnunk, hogy mi köszönjük szépen, nem vagyunk robotok, tehát azért a Skynet még nem vette át az uralmat egyelőre. Illetve a jobb oldalon látod, hogy mi valóban az ingyenes Csomagnál leszünk, és a Create Account gombra kell kattintani, hogy tovább haladhassunk ezzel a részével. Amint a regisztrációnkat befejeztük, kapni fogunk az e-mail címünkre egy konfirmációs e-mailt, annak érdekében, hogy aktiváljuk magát a felhasználónkat, tehát mi egy valóban létező személy vagyunk. Ebben az esetben semmi más dolgunk nincsen, mint hogy megnyitjuk az e-mailt, és a Confirm e-mail address gombra kattintunk, majd kérni fogja, hogy jelentkezzünk be. Én már egy másik fülön be is jelentkeztem, csak hogy előre tudjak lépni ugye a névjászóval, és ez fog minket várni innentől fogva, természetesen egy teljesen új felület, mivel még nem használtuk soha. Ahhoz, hogy az apikulcsunkat innentől fogva megkapjuk, most akkor két lehetőségünk van, vagy az, hogy visszamegyünk és a gombra ismételten rákattintunk, hiszen be vagyunk már jelentkezve, tehát a megfelelő helyre fog minket vinni. Itt nekem ugye van már egy apikulcsom létrehozva egy előző videó miatt, de létrehozok megint egyet teljesen újonnan. Ehhez viszont el kell tüntetnem magamat, ugyanis a kulcs létrehozási gomb ugye ott van a jobb felső sarokban, és erre. Erre, amint rákattintasz, már is adok neki egy nevet, legyen ez mondjuk a WP-suli.hu, hiszen itt van a teljes oktatás ugye elérhetően. A teljes hozzáférés full access megmaradhat. Na most itt nagyon fontos megemlítenem, hogy ha egy kliensnek csinálod hasonlóan, és mondjuk a te API kulcsait közül az egyiket fogja megkapni, akkor teljes hozzáférést semmi formában nem szabad adni, hanem ez a Restricted Access, tehát csak a minimális hozzáférést adjuk meg neki, vagy személyre szabjuk, hogy mihez van hozzáférése, hiszen csak az e-mail küldésekhez kellene. De természetesen a legegyszerűbb az, hogyha az ügyfélnek is adunk egy teljesen új felhasználói fiókot, és majd ő szépen az igényének megfelelően intézheti, hogy mire van szüksége. A Create and View gombra kattintunk következőnek, tehát hozzuk létre az API kulcsot, illetve szeretnénk ezt megtekinteni. Nagyon fontos, innét ne kattints el, mert ezt a kulcsot te csak egyszer fogod látni biztonsági okonál fogva. Rákattintunk, látod, hogy ezt automatikusan ki is másoltam magának. Visszamegyünk az előző böngésző fülünkre, és itt bemásoljuk a kapott API kulcsot. Majd elmentjük, mint Save Settings és ez meg is történt. Mint látod, a beállításokat ismételten elmentettük. Vissza az előző böngészőfére, ott leokézzük, hogy ez rendben van, és már nincsen rá szükségünk, de itt nem áll meg a story. Mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy maga a rendszer felismerje minket, mint valóban létező személy. Ugyanis, hogyha megpróbálnánk így egy teszt e-mailt küldeni, akkor nagy eséllyel hiba üzeneteket fogunk kapni, még ha nem is azonnal, de hamarosan. Ezt elkerülve, akkor amíg a SendGrid böngésző fülbe vagyunk, ugyanígy a beállítások alatt látni fogod, hogy van egy olyan lehetőség, hogy Sender Authentication, tehát ez a küldő uh, Authentication lényegében a biztonsági ellenőrzése, hogy minden rendben van-e. Itt uh, több különböző lehetőségünk van. Én alapvetően az elsőt, mint maga a domain authentication-t szoktam választani, tehát maga a webcímünknek a teljes visszaigazolása. Ehhez a Get Started gombra kell kattintanunk, majd meg fogja kérdezni tőlünk, hogy mit használunk, hol használunk. Na most, hogyha nem lenne itt uh, maga a szolgáltató, akire uh, szükségünk van, akkor az Other Host, Not Listed verziót fogjuk használni, vagy pedig valójában megmondom őszintén, teljesen mindegy, hogy kit használunk, legyen mondjuk Namecheap, csak az egyszerűség kedvéért. És amint ez megvan, a következőnek a Would you also like to brand the links for this domain? Nem, nem kell okvetlenül brandelnünk, elég, hogyha csak működik, annak megfelelően, hiszen a beállításaink a bő bővítményen belül rendben vannak, tehát maradhat a No lehetőségen. Következőnek a Next, vagy a következő gombra kattintunk, és itt meg kell adnunk egy domain nevet. Már is bemásolom, ez ugye a vpsuli tanfolyam.hu, legalábbis erre a videóra, majd vannak több extra lehetőségek, de ez most nekünk az egyszerű automata biztonsági beállításokon meg fog felelni. Majd a következő gombra, ahogyan rákattintunk, kapni fogunk egy három soros beállítási lehetőséget, nem kell megijedni, megmutatom, hogy ezzel pontosan mit kell tenni, valójában másolás és beillesztéses egyszerűségű feladatunk van. Amint ezeket megkaptuk, akkor menjünk át a tárhelyünk Control Panel böngésző fülére, és itt, hogyha visszamegyünk a kezdőlapra, majd a Zone Editor, tehát a DNS beállítások szerkesztéséhez bemegyünk, akkor ennyit fogsz látni jobbik esetben, vagy hogyha több domain név, vagy több webcím van ezen a csomagon, akkor természetesen azokat is látni fogod. Láthatod, vannak itt e rekordok rekordok és MX rekordok, illetve kezelheted az egészet egy hatalmas nagy listában. Ha megnézzük a SendGrid oldalon, nekünk csak színémekre van szükségünk. Tehát be se kell mennünk a nagy kezelőbe. Ez annyit jelent, hogy a tárhely szolgáltatós ablakon egyszerűen csak a plusz színém rekord gombra kattintunk, és kérni fogja a nevet, illetve a színémnek a megfelelőjét. Itt jön a másolás és beillesztése része. Felkészültél? Nagyon egyszerű lesz. Szentkrid oldalon az első host, másolás, vissza a tárhelyhez, és ez lesz a név. Ehhez tartozó értéket másoljuk, vissza a terhelyhez, és a színém értékét berakjuk, majd a színém rekord hozzáadása gombra rákattintunk. Kész, meg is kaptuk a visszajogazást, egyet hozzáadtunk, akkor most ezt megismétlen még gyorsan kétszer. Nagyszerű. Amint mind a hármat hozzáadtuk, természetesen mi tudjuk, hogy minden megtörtént, ezért az IF added these records részét ki kell pipálnunk, mondván, hogy igen, hozzáadtam ezeket a rekordokat a DNS beállításaimhoz. Majd a verify gombra rákattinthatunk. Nem kell megijedni, hogyha első körben azt mondja, hogy nem történt meg, lehet, hogy egy fél perccel később fogja ezt mondani, semmi probléma, mint látod, nekünk automatikusan azonnal működött, tehát minden rendben van. Ennyi volt, valójában kész is vagyunk, úgyhogy a SendGridre innentől fogva nincsen szükségünk, viszont ha bemegyünk a bővítménybeállításokhoz, akkor szeretnénk ismételten egy teszt e-mailt kiküldeni. Szóval megint csak játsszuk el ugyanazt a történetet, szükségünk van egy e-mail címre, amiről tudjuk, hogy működik, HTML rendben van, és küldjük el. Megint csak megkaptuk, hogy az e-mail küldése sikeres volt, ez ugye a dolog egyik fele, illetve a másik, hogy átmegyünk az adott accountra, vagy e-mail accountra, és megnézzük, hogy kaptunk-e új e-mailt. Itt van, 0 perccel ezelőtt kaptam, pont most. Köszönjük szépen, az e-mail küldése sikeres volt. Ennyire egyszerű volt valójában biztonságos levelek küldését SMTP szolgáltatáson keresztül megoldani. Tehát, mint láthattad, ugye megmutattam neked, hogy a tárhely szolgáltatód adta lehetőséget, használt ki nyugodtan, hogyha lehetséges. Sőt, hogyha a tárhely szolgáltatód eleve több e-mail küldésére ad neked lehetőséget ingyenes formában, mondjuk 150 vagy 200 naponta, már jobb, mint hogyha a sendgrid használnád alapból, vagy pedig, hogyha tudod, hogy neked sokkal többre lesz szükséged, akkor eleve úgy kell már beállítanod a dolgokat, hogy kezdettől fogva a megfelelő módon kezdjenek el az e-mailek pörögni, tehát mondjuk egy SendGrid beállítási lehetőséget is kaptál a kezedbe, amit hogyha eléred azt a szintet, hogy már szükséged van többre, akkor egy egyszerű csomagváltással fölmehetsz ugye nagyjából napi korlátani küldésre, de egy havi limiten belül, és a havi limitedet pedig kedvedre tudod változtatgatni. Remélem ez a videó hasznos volt, hogyha igen, akkor kérlek ne felejts el dobni egy tetsziket, mert sajnos YouTube egyéb esetben nem szereti ajánlgatni videókat. Iratkozz fel, hogyha még nem tetted volna, és találkozunk a következő videóban. További szép napot, szia!